Hát jó estét kívánok, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit a szombathelyi haladás nevében. Én Ács Mónika vagyok, és szeretném bemutatni a résztvevőket. Az ankét ugyanúgy zajlik majd, mint ahogy eddig szokott, tehát lesz egy pár perces beszéd, amiben elmondják a résztvevők az utóbbi heteknek, hónapoknak az eseményeit. Illetve van két olyan résztvevőnk, akinek a bemutatkozás vár, Szántó Csaba, aki a szakmai koordinátor, vezető szakmai koordinátor, vele még nem találkozhattak így. Illetve Mihály Hipp, aki viszont ugye visszatérő, de szeptember 20-án érkezett vissza Szombathelyre, ezért még szurkolói ankét keretében nem találkozhattak vele most először. Akkor szeretném bemutatni a résztvevőket. Markó Edina, aki a Haladás Viktória vezetőedzője. Nagy szeretettel üdvözöljük őket. 6. helyen végzett ugye a csapat, gratulálunk nekik ezúton is. Ők még most kezdik majd el a felkészülés, és március 11-én fog indulni a bajnokság. Balogh Henriett, a csapatkapitányt is nagy szeretettel üdvözöljük köreinkben. Németh Milánt, a szombathelyi Haladás csapatkapitányát. Hipmestert az előbb már ugye megtapsoltunk, de még egyszer köszönjük. Szórát Csaba másodedzőt, aki egyben segíteni is fog majd a tolmácsolásban, amikor kényelmesebb lesz majd anyanyelvén beszélni a mesternek, akkor ő segít a tolmácsolásban. Szántó Csabát ugye még egyszer nagy szeretettel köszöntjük. És hát Mészöly Géza szakmai vezetőt, akit viszont már jól ismerhetnek. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy felvétel készül az ankétról, amit elejétől a végéig vágatlanul a honlapon majd meg lehet nézni. Ezt 24 órán belül fel fogjuk tenni, illetve a Facebookra készül majd egy olyan anyag, ami viszont egy ilyen rövidebb, fogyaszthatóbb, 3-4 perces vágott anyag lesz. Ez szintén napokon belül, 1-2 napon belül fel lesz majd. És akkor szeretném megkérni, aztán talán Mihály Hipp vezetőedzővel kezdenénk a sort, hogy értékelje egy pár mondatban, hogy az elmúlt heteknek a felkészülése hogy zajlott, mire számíthatunk ezen a koratavaszi kezdésen. Jó estét mindenkinek még. Jó, először én akarom köszöntöm önöket, és szeretném megköszönni, hogy eljöttök erre a találkozó. Nagyra értékelem. Sajnálom, még nagyon jó nem beszélek a magyarul. Amikor valami gond lesz, használom itt a Csabát. Jó. Tudjátok, én eljöttem ide a 8 fordulóban, amikor csapat volt a rossz áll, jó? Volt kevesen pontot, 8 vagy 9, csak szerzett 6 gól. Amikor néztem a minden statisztika, játék statisztika, minden volt 17., 8., utolsó. Első mi volt, mit csináltam, én mondtam a öltözőbe, az enyém edző, a filozófia, hogyan akarunk játszani, a mi a az enyém szempontjul a mi az siker a fociba, én mondtam, első mindig lesz a edző filozófia, második emberek, akikkel dolgozom, azt hiszem a játékosok, szakmai stáb, ugyanaz vezetők, harmadik, mindig, mikor én vagyok edző, nagyon fontos a képzési folyamat, a utolsó lesz a tényleges edzés, a coaching. Jó. Először néztem, miért volt kérdés, az enyém kérdés volt, miért csapat rosszul áll táblán, miért van kevesen pont, mert csak hat gól rúgott. Sokan beszéltem a játékosok. Itt volt
jó, mikor én voltam korábbi itt, 4 évi vagy 5 évi, a itt volt a 4-5 játékos, akivel a múltkor dolgoztam, itt van a Milu, vagy Pedro Bosniak, ott volt a Máté, ott volt a Bárni Rácz és Szili Devecseri. Sokan beszéltem, sokan néztem, a csináltam a saját zenim elemzés. Aztán megcsináltam, ugyan én láttam más játékrendszert. Jó? A 8-forduló csapat játszott 4-4-2 a Rombusz közepályán. Én zenim szempontjelően nem akartam játszani kettő csatárva, én akartam játszani aktív foci. Akartam sokan menni a támadásnál. Másodikán én akartam indulni az jó védekezésből. Nagyon nehéz volt, amikor elszólottam öltözőbe, néztem a csapat, a játékosok. A első 4 forduló volt, 4 csapat, aki volt a táblán, 4, 2, 3, 4. A pozíció, ott volt első volt a nagyon nehéz csapat, a Pécs, ki volt első, második otthon Kazimbarcsika, harmadik és negyedik volt csapatok, akik volt a NB1 korábbi, a Gyirmót kint, otthon MTK. Azt hiszem, játékosok értek, mondtam, mindig fogok mondani, mikor fogunk edzeni, a munka nem a betegség. Tudjátok, hogy sokan edzettünk, én mondom az enyém egy filozófió, coach filozófió, hogyan edzettünk, úgy játszunk. Jó? A azt hiszem, eredmények nem volt véletlen. Mikor megnézem a 12 a mérkőzős, én volt a edző, nem vagyok egész, mi az a fokonyi, elegedett, jó, azt hiszem, volt 2 mérkőzés a Békés Csabán, mikor kaptunk a hosszabbítás, mert gól, a plusz rossz mérkőzés a Moson-Magyaróváron. Azt hiszem, szeretnék sok pontok még. Aztán volt a utolsó mérkőzés, volt a valami 11. december, rövid szünet volt, a mindenki játékos kapt a valami egyen terv, igen, a házi feladat. A kezdjünk, a 3. január volt első edzés, azt hiszem, minden nap volt 2 fázis, plusz játsztunk a 4 mérkőzést, akartam mindenkinek, játékosnak a lehetőség a megnézni, ugyan készíteni. Azt hiszem, szempontjából én vagyok a felkészülést, akarunk folytatni azon a eredmények és teljesítmények, aki volt a utolsó a év végén, amikor bemutatkozunk. Azt hiszem, megint egész. Akkor akartok valami kérdés, aztán lehet. Bocsánat, a Csaba. Elfelejtettem, hogy itt van a Csaba. Köszönjük szépen, és nagyon szépen mondta. És meg szeretném kérni Szántó Csabát, vezető szakmai koordinátort, hogy akkor egy-két mondatban mutassa be az ő területét, hogy milyen erősítést tud nyújtani a csapatnak, honnan érkezett, és hogyan ismerhetjük őt meg. Tisztelettel köszöntöm a Haladás szurkolókat és Haladás szimpatizánsokat.
nagy öröm látni, hogy ilyen nagy létszámba érkeztek a szurkolói ankétra, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon szeretik Szombathelyen a futballt. Szántó Csabának hívnak. Én a futball pályafutásom befejezése után edzőként több helyen dolgoztam. Legutóbb, ami úgymond egy picit a szívem csücske, a akadémián Bécsbe dolgoztam, az Admiránál, ahol pontosan ez volt a feladatom, az átmenetet biztosítani az akadémiáról a felnőtt futballba. És itt, mikor a tavaly szeptemberben először találkoztam a klub vezetéssel, kifejezetten az ő hosszú távú stratégiájuk egyezett az én elképzelésemmel, és így január 1-én elkezdtünk egy remélhetőleg hosszú távú közös munkát, ahol a klub stratégiájának megfelelően van egy hosszú távú, középtávú, rövid távú célkitűzés. A hosszú távú célkitűzésnél a legfontosabb, hogy a szombathelyi futballt az Illés Akadémiára építeni, tehát a tehetséges gyerekeknek a beintegrálása a felnőtt csapatba egy nagyon fontos terület. Itt ezen a területen szeretnék nagy lépéseket tenni. Az első lépések megtörténtek, napi szinten kapcsolatban vagyok a Illés Akadémia szakmai vezetésével, ami azt jelenti, hogy aktívan, tehát minden edzésen az U19, U17-es csapat edzésein részt veszek, hogy azokat a tehetséges srácokat kiválasszuk közösen, akiknek hosszú távon esélyük van a szombathelyi profi futballba bekerülni. Tehát a középtáv az nagyon fontos, hogy mivel jelen pillanatban két megye első osztályú csapat van Szombathelyen, egy fontos lépcsőfok lenne a fiatal játékosok fejlődésében, hogy az akadémiáról kikerülve legyen egy lépcsőfok, amielőtt a profi futballba bekerülnek. Ez egy nagyon fontos lépés, mert a gyerekeknek a 17-18 éves korból a MB2, majd az MB1-be egy hatalmas lépés. Ezért nagyon fontos, hogy legyen közte egy lépcsőfok. Tehát ez a következő, ami a jelent, és az első csapatot illeti, tehát ez a 4 hét tapasztalat alapján egy nagyon összetartó közösséget ismertem meg, ami a csapatot illeti, és egy nagyon jól működő szakmai stábot, ami azt jelenti, hogy a napi edzéseken, amin részt veszek, én azt látom, hogy a csapaton belül a kohézió nagyon erős, a szakmai stáb összhangban van a csapattal, ami nagyon fontos a jövő szempontjából, és bízunk benne, hogy ez a kohézió, ami megvan a szakmai stáb és a csapat között, ez egy sok győzelembe fog megmutatkozni a tavaszi szezon folyamán. Bízunk benne, hogy ez a sok győzelem egy előrelépést fog a csapatnak biztosítani, amiben az önök, a hali szurkolók, szimpatizánsok támogatását is kérjük. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Mésző Géza tavaly tavasz óta szakmai vezetőként dolgozik a csapat mellett, erősíti a csapatot. Géza, te hogy láttad a felkészülést? Mire számíthatunk tavasszal? Ja. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök én is annak, hogy ilyen szép számmal jöttek el a hali szimpatizánsok. Ez is talán azt jelzi, hogy amit az utolsó 3 fordulóban tett a csapat eredményességben, az nem múlik el ezért nyomtalanul, és nagyon-nagyon kíváncsiak a kezdésre. És arról tudok beszámolni, hogy figyelve a felkészülést, hogy ahogy a Csaba is elmondta, illetve megerősítve Hipmestert, hogy igen, egy olyan csapat kezd körvonalazódni, aki mentálisan nagyon erős, és nagyon bízunk abban, hogy ez a rövid felkészülés, a rövid pihenő után ott folytatja a csapat, ahol az utolsó 3 mérkőzésen tulajdonképpen abba hagyta. Azt érzem, és talán majd a Milán, mint csapatkapitány tudja majd ezt megerősíteni, ő van azért ott minden nap bent az öltözőben. Mi egy kicsit kívülről figyeljük, de azt látjuk, hogy nagyon-nagyon fegyelmezett volt a csapat. Ezt igazolta az utolsó 2 edzőmérkőzés is. Különösen Szentpöltenben volt vélmény ott lenni,
a felkészülési mérkőzésen, ahol egy nagyon jó körülmények között szép stadionban, bár a miénk egy picit szebb, de mégis egy jó talajú pályán, az viszont nekik szebb sajnos, azt el kell ismerjük, hogy egy nagyon jó talajú pályán tudtunk játszani jó időben, és ugye lesznek elég kemény idegenbeli mérkőzéseink is, akár a Győrre, vagy éppen a Szegedre gondolok, ami közvetlenül itt van a nyakunkon, és ezért jó volt, hogy idegenben egy ilyen jó ellenfél ellen egy nagyon fegyelmezett haladás volt, aki rettentően akarta a sikert, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy mivel az utolsó három mérkőzésen jól ment a csapat, és jól teljesített és eredményes volt, a felkészülésen úgy szintén ez érződött, azért jó dolog, és hogy ugyanezt várjuk természetesen majd, amikor jön a folytatás. Úgyhogy nagyon jó előjelek vannak, és nagyon biztató, hogy a Milán mellett vannak olyan játékosok, mint a Barni, aki hihetetlenül fontos szerepe volt a pályán is, de nagyon meghatározó az öltözőben, vagy éppen még Verpec Pistát is tudnám kiemelni, hogy a jó teljesítményével igazi vezér tud lenni mind a pályán, mind a pályán kívül. Szerintem ez a szakmai stábnak óriási segítséget ad, úgyhogy jó előjelek vannak, de azt érezzük, hogy talán itt a sok beszéd mellett most fontos lesz, hogy ugyanúgy a pályán tudjon teljesíteni a csapat, de ahhoz nagyon-nagyon szükség van az ilyen kíváncsi és bátorító szurkolókra is. Köszönöm szépen! És akkor csapatkapitányunk Németh Miláni a mikrofon. És elsősorban most arra vagyunk kíváncsiak, hogy te hogy látod az öltözőn belül, milyen a hangulat, hogy formálódott csapattá a csapat, és hogy ez a téli felkészülési időszakban történt-e valami, vagy kohézió, vagy pedig esetleg olyan esemény, amit érdemes most itt megemlíteni. Üdvözlök én is mindenkit. Hát a Gézának teljesen igaza volt, hogy a srácok, a Pista, a Barni, a Pedro, a Chili, mind idősebb játékosok nagyon együtt vannak, és ezáltal a többiek is beálltak mind a sorba, és nincs kihúzó ember, nincs az, aki mást akarna csinálni, mint amit a mester kér. A felkészülés az elég rövid volt, de tartalmas. Minden nap kettőt, vagy hát kicsivel többet edzettünk a kettőnél, de úgy gondolom, hogy erre szükség is van, hogy folytassuk azt az évvégi szereplést, amit elkezdtünk. Az edzőmeccsek jól sikerültek, de hát azt ne felejtsük, hogy tét nélküli mérkőzések voltak, és a hétvégén lesz a főpróba, ami már nem is főpróba, hanem műsor. Úgy gondolom, hogy ha azt, amit a mester kér, és azt a fizikai állapotot ki tudjuk vinni, amit ki is fogunk vinni hétvégén, akkor nem lesz probléma. Úgyhogy sok minden nem tudok mondani, minden hétvégén dől el, meg a bajnokságban. De hát azért, ami munkát mi beletettünk itt az elmúlt 3-4 hétben, ugye annyi volt. Akkor, most már se tudom, hogy mennyit edzettünk, mert nagyon sokat edzettünk tényleg, de hát ugye a mester elég ez a régi módi, úgymond filozófiával rendelkezik, ami tényleg hát mondja, hogy a munka nem betegség, ami igaz, és hát hogyha jó fizikai állapottal rendelkezünk, akkor úgy gondolom, hogy támadósorban és védelemben is nem azzal kell törődnünk, hogy bírjuk már ki a meccs végéig, hanem hogy egy plusz tudunk nyújtani, mint támadásban, hogy egy csellel többet, vagy egy jó lövésre be tudják fejezni a támadást a fiúk. Úgyhogy ezzel a fizikai dologgal nem lesz problémánk, én úgy gondolom. Azt a többi már csak rajtunk múlik, hogy ki tudjuk-e vinni azt a koncentrációt, ami szükséges, de hát úgy gondolom, hogy most ilyen pillanatban a csapat nagyon jó, mind mentálisan, mind fizikai állapotban van. Úgyhogy a hét ezen a részén most már csak a frissítésre vagyunk ráhangolódva, hogy hétvégén top állapotban legyünk. Nem utolsó sorban a Haladás Viktória női csapat vezetőedzője Markó Edina. Szeretnénk, Edina, hogyha egy pár mondatban ismertetnéd, hogy milyen munkát végeztetek az elmúlt időszakban, és hogy tekintetek a márciusban kezdődő szezonra. Megpróbálok röviden, mindig rám szólnak, hogy sok lesz. Nyugodtan szóljatok, ha sok lesz. Kicsit régebben nyúlok vissza, mert most az jutott eszembe, amikor 30 évvel ezelőtt itt a kis alakos pályán öten szaladgáltunk lányok, ilyen kis szedett-vedett kis társaságként.
és próbáltunk focizni, aki mindenki kicsit furcsán nézett ránk, hogy fiúnak születtünk volna csak, vagy nem tudom, hogy mégis lány lett belőlünk, vagy nem tudom, hogy focizhat egy lány, tehát egy 30 évvel ezelőtti sztorival kezdeném, és ebből 30 évvel ezelőtt lett egy egyesület. Idén ünnepeljük a 30 éves jubileumát a Viktóriának, ezt szerettem volna mindenképpen elmondani. És ez nekünk egy óriási elismerés, visszaigazolás, de mindenképpen egy jól eső érzés, hogy most itt lehetünk, és köszönjük a Haladás vezetésének és a Haladás családnak és szurkolóinak, hogy befogadtak bennünket, és Haladás Viktória néven működhetünk, immárom jó pár éve. És azt gondolom, hogy az előttem szólok, nagyon sok párhuzamot tudnék mondani, apró kis különbségeket, de nekünk legalább annyira fontos a szombathelyi labdarúgás. És én szándékosan mondom, nem férfi és női labdarúgás, hanem a labdarúgás, hiszen kislányként itt szurkoltunk annó Halmosi Zoliknak és többieknek, és ugyanúgy fontos volt mindig a Haladás és a szombathelyi foci, mint ahogy a magyar labdarúgás. Azt gondolom, hogy ezt se kell nagyon magyaráznom a munkásságom során, hogy mindig is bizonyítottam, hogy lokálpatrióta vagyok, amikor nem itthon dolgoztam, és itthon voltam. És nagyon örülök, hogy hazatérhettem, és újra összerakhatjuk egy kicsit ezt a Viktóriát, Haladás Viktóriát. És azt megígérem, hogy nálunk is a munka az első, és nálam mindig azt mondom, hogy a munka nem hazudik. Mi is rengeteget dolgozunk azért, hogy minél jobb csapat legyen. Párhuzamként mondhatnám, hogy az őszi szezonban velünk is minden megtörtént, ami megtörténhetett. Muszáj volt edzőt váltanunk. Megkaptam egy csapatot az Illés Akadémia szakmai igazgatójaként, úgy a szabadidőmben. Rendbe kellett tenni. Természetes volt, hogy nemet erre a fontos felkérésre nem lehetett mondani. Továbbra sem tudok erre nemet mondani, hiszen számomra ez a legfontosabb, mondhatom ezt is kis személyes megjegyzésként, hogy a harmadik gyermekem a Viktória, van egy lányom is, aki Viktória, tehát olyan szerencsés vagyok, hogy a családom elő nekem két gyermekem is Viktória. De az biztos, hogy azon dolgozunk itt az Illés Akadémia U19-es lányaival, akik között rengeteg a tehetség, megerősítve azokkal a rutinos, tapasztalt magyar, román, urugvái válogatott, stb. Játékosokkal jelenleg, de hosszú távon mindenképpen a magyar fiataljainkkal, hogy a Viktória visszatérjen arra a helyre, ahol 11 éven át, amikor még edző voltam, volt a 2000-es években mindig a dobogon, kétszer magyar bajnoki címmel, három magyar kupa győzelemmel és sok-sok ezüstéremmel és bronzéremmel. Tavaly évben óriási eredmény volt egy magyar kupa ezüstérem. Most játszhatunk március 8-án azért, hogy négy közé kerülhessünk, mindent meg fogunk ezért tenni. Hazai pályán nőnapkor, március 8-án játszunk az Asztrával. Úgyhogy nagyon szeretném, ha már ennyien kijöttök, akik most itt vannak, az egy jó kezdet. De ezt is megígérem, hogy azon fogunk dolgozni, hogy ezt a Haladás brendet együtt építsük, és mindenki szombathelyi címen egy kicsit érezze magáinak mindenki a női csapatot is majd. Tudom, hogy ezért tenni kell, és ezért dolgozni kell. Van egy jó mondás erre, nem az enyém, dr. Török Gáboré, aki, tegyük félre, hogy politológus, egyébként a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségi tagja, és rengeteget tett a női labdarúgásért, és ő is szombathelyi, hiszen mindenki az. Ő mondta ezt a jó mondást, hogy addig nem lehet valamit szeretni, amíg az emberek nem ismerik. Úgyhogy én csak annyit kérek, hogy aki még nem volt női mérkőzésen, látogasson ki, nézze meg. És biztos vagyok benne, hogy meg fogja szeretni. Én magam edzőként részese voltam annak, amikor itt 2009-ben magyar bajnoki címet szerezve a Bayern Münchennel játszhattunk Bajnokok Ligája mérkőzést, és 3200 néző volt még a régi stadionban. Azt is meg tudtuk csinálni, úgyhogy ilyen kis céljaink vannak, nem nagyobbak. Úgyhogy, ha nem is ebben a szezonban, tehát azért reálisan szeretjük látni önmagunkat, de középtávon, hosszú távon mindenképpen ez a cél, amit mondtam, hogy ezekkel a fiatalokkal, ezzel a jó kis csapattal, akik most rendelkezésre állnak, szépen újra összerakva mindent és építkezve visszatérjünk oda, ahová való a Haladás Viktória most már, mondhatom. Úgyhogy köszönöm, hogy
eljöttetek, meghallgattatok, és várunk benneteket március 8-án a Magyar Kupa mérkőzésen. A szezon az 11-én kezdődik, aztán nagyon nehéz a sorsolás. Jön hozzánk majd egy Eto, egy Ferencváros, tehát Puskás Akadémiával játszunk, MTK-val játszunk a szezon elején, tehát nem biztos, hogy könnyű lesz a kezdet, de mindent megteszünk azért, hogy papírformát egy kicsit borítsuk már akár az elején is. Úgyhogy átadom a szót Henninek, hogy remélem, hogy is így gondol. Én is üdvözlök mindenkit. Valóban igen, a lányok a téli felkészülésről kipihenten tértek vissza. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy akarat és bizonyítási vágy van a lányokban, amit tavaly elértek, mindenképp szeretnék ezt ennek a közelébe lenni idén is. Mindent meg fognak tenni, a munkát beleteszik, minden héten, minden nap kettőt edzenek. Ahogy Edina említette, fiatal játékosok beépítését próbáljuk a csapatban. Ez mi sem bizonyítja jobban, hogy a fiatalok mekkora tehetségeink, hogy az U19-es bajnokságot vezetik egy Puskás Akadémia és egy Ferencváros csapataival szemben. Nagyon sok fiatal tehetségünk van. Rendre lehetőséget kapnak abba, hogy velünk edzenek, és mérkőzéseken is kipróbálják magukat. Ebben nekem, illetve az idősebb játékosoknak hatalmas szerepe van, hogy segítsük őket és beépítsük a csapatban. Jelen állás szerint nekem ugye ebben van a legtöbb szerepem most, hogy a öltözőbe rend legyen és a pályára mindent kivigyenek a lányok akarattal és mentalitással. Én sajnos a rehabilitációmat töltöm, viszont a lehető legtöbbet ott vagyok a csapattal, amennyit tudok. Edinának a rendelkezésére állok, és mindenben próbálok neki segíteni, hogy ez a csapat tényleg egy valódi nagybetűs csapat legyen, úgy, ahogy már tudták bizonyítani azt, hogy, vagy tudtuk bizonyítani azt, hogy képesek vagyunk hatalmas sikereket elérni. Úgy gondolom, ez bennük van. Az elmúlt fél év tanulságait levonták, és kétszer akkor erővel fognak dolgozni, hogy ismét szép célokat és eredményeket érjenek el. Köszönjük szépen a szakmai stábnak, illetve a csapatkapitányoknak a bevezetőket, a bemutatkozókat. És még mielőtt a kérdésekre rátérnénk, szeretettel köszöntöm azokat a szurkolókat, akik azóta érkeztek, illetve szeretném jelezni, hogy természetesen jelen vannak a Haladás Labdarúgó Kft. Ügyvezetői Szántó Erzsébet és Sélei Árpád is. Tőlük ugyanúgy lehet kérdezni, mint ahogy a szakmai résztvevőktől, illetve a csapatkapitányoktól. Úgyhogy én át is adnám önöknek a szót, hiszen önök a másik főszereplői ennek a rendezvénynek. Egy mikrofont fogunk körbeadni, úgyhogy majd arra kérem, hogy önök egymás között adják a mikrofont. Jó, ott elsősorban jelentkezett az úr, és akkor utána. Igazából nem kérdezni szeretnék, hanem a Gézának szeretném átadni őszinte részvételmet a magam és a többség nevében, édesapja halála miatt, aki nekem nagy kedvencem volt, mind játékosként, mind emberként, úgyhogy fogad Géza őszinte részvételmet. Akkor szép estét kívánok mindenkinek, hajrá Hali! Nekem annyi kérdésem lenne, hogy gondolkodunk-e az NB1-ben, illetve, hogy ez a keret elég-e, hogy gondolkodunk egy erősítésben esetleg? Ezt szeretném megkérdezni. Géza. Természetesen most is tiszteletbe tartjuk, és sok beszélgetés van közöttünk, de a mindenkori vezetőedzőnek a gondolatait és az ötleteit figyelembe veszük. Az átigazolás még tart. Az volt, talán a hipmester is nyilatkozott, hogy olyan játékost, aki esetleg egyből be tud tenni a kezdő csapatba, azt örömmel venni természetesen. Nem volt lehetőségünk olyat találni, aki tényleg ebbe a csapatba. Amit azt látjuk, hogy a nyári igazolásoknál ugye elég sok játékos érkezett. Én abban bízom, és az egész kollégáimmal együtt, hogy ez most fog beérni.
Természetesen az átigazolás még tart, bármi előfordulhat, de ez a csapat most mentálisan, ahogy a Milán is mondtam, azt éreztük, hogy akár egy másodosztályú játékossal most az nem biztos, hogy ez segítségünkre lenne, de ugye soha nem lehet tudni, hogyha a hitmester olyat találunk, akit őt be tud tenni a kezdő csapatba, azon elgondolkodunk, de most jelen pillanatban egyelőre nem nagyon van ilyen. Úgyhogy természetesen a középtávú célunk továbbra is az, hogy a haladás visszatérjen oda, ahova illik, és ami neki jár. Itt azt hiszem, hogy jó úton vagyunk, de van egy 3 éves program, amivel elment egy fél év, és azt ígértük, hogy mindig is versenyben szeretnénk lenni azokkal a csapatokkal, akik a feljutásáért versenyben vannak. Most érzésem szerint a realitás helyén vagyunk, de mivel ez a csapat nagyon erős, és most itt, amit látom, ezt az izgést, ami most itt van a szurkolók között is, ezt én azt hiszem, hogy ezt el fogjuk mesélni holnap a fiúknak a Milán vezetésével, és természetesen a hitmester vezetésével, és ez adhat egy plusz töltést is a csapatnak, de nem, ugye talán nyáron itt elhangzott ez a feljutás, NB1, egyszerűen az is egy fontos dolog, hogy most ne koncentráljunk a Győrre, hanem a Nyíregyháza elleni mérkőzésre 100%-os odaadással, és szerintem ebbe lehet a kulcsa, hogy mert hogyha itt elkezdünk, hogy hú, meg milyen nehéz a sor, meg megyünk majd Győrbe, meg megyünk Szegedre, nem kell ezzel foglalkozni. Azzal kell foglalkozni, hogy teljesen, és talán a Milánnak is a szavaiból én ezt éreztem, hogy nagyon-nagyon akarja a csapat, ráfókuszál, és hiszem azt, hogy ettől nem lesz görcsös, hogy most meg kell verni a Nyíregyházát. Igen, ez a feladatunk, hogy a Nyíregyházát legyőzzük, és szépen lépésről lépésre haladjunk, és ne abban gondolkodjon akár a fiatal, hogy hú, itt azért egy NB1 illene azért már egy NB1 ennek a haladásnak, és van egy 3 éves program, bele kell tenni a munkát, amit beletesz. És az a fajta koncepció, amit itt a hitmester ide adott, én például beszélek játékvezetőkkel is, és a játékvezetők is azt mondták, hogy ez a csapat egy picit más, mint ami volt, ez előre akar játszani, ez nem a játékvezetéssel foglalkozik, és ezt elmondtuk a játékosoknak, hogy ez az út, ez kell tovább vigyen, mert azért itt az elmúlt időszakban fölmerült az, hogy a haladásnak azért nincs a hazai pálya előnye, akár a játékvezetésnél is. Szerintem ezt is vissza kell állítani, de egy fegyelmezett csapat, aki nem azzal foglalkozik, hogy milyen ítéleteket hoz egy játékvezető, hanem csak a játékkal összpontosít, ez is mutatja talán az őszi mérkőzéseknek az összességében a sikerességét, és tényleg bosszantó volt a Békés Csabán az utolsó pillanatban elvesztett, illetve talán Mosó Magyaróvár, de egy-egy meccs mindig benne van, mindig nyerni nem lehet, de az a fajta összefogás, ami most érződik a csapatnál, azt mi kívülről így a Csabával abszolút érezzük. A Csaba is most itt a 3-4 hét alatt azt érezte, hogy igen, ebben lehet valami. Tehát, hogy nagyon szeretnénk, hogy ott legyen a csapat, de azért ki kell várni, és kell az a fajta szurkolói erő, amit most itt mi picibe érzünk, azt nagyon kell, hogy a fiúk meg a pályán érezzék majd. Köszönöm. Meg egyszer még mondom valami. Amikor én idejöttem, első feladat volt a stabilizáció csapat. Jó? Itt volt 26 vagy 25 játékos plusz 3 kapus. Egy hiba. Én szempontjából nézem, nincs itt B csapat. Tudjátok. Edzett 26 játékos nagyon nehéz, jó? Foci játszott 10 plusz 1, jó? Mikor akkor akarunk játszani 10-10, hát játékos mindig, tudjátok mi. Én akartam itt a milyen felkészülés, valaki jó játékos, ám nem a cserepedő, jó? Nem cserepedő. Aki én akartam, vagy szerződés neki, vagy nem akar ide menni. Tudjátok, nehéz, nagyon nehéz, mikor jó játékos, nagyon jó minőség. Első NB1, megy NB2. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Másról megmondom, voltam itt, itt vagyok, a 12 mérkőzős játszunk. Az hiszem a csapat megmutat, van minőség.
én nem akarom mondani, mutatni játékosnak, hol van a gyengeségeik. Azt hiszem, mindenki játékosnak van szerepe, mindenki tud, hogy akarunk játszani, mikor nincs labda, mikor megvan labda, mikor akarunk menni a letámadás, mikor akarunk menni a átmeneti fázis, minden, nem akarom mondani a minden a filozófia. Ugyanaz Géza mondta, én mindig mondom a csapatnak a legfontos, a legközelebbi meccs. Én mondom mindig meccsre megyünk meccsre. Mi lesz? Az hiszem verseny nagyon-nagyon-nagyon kiegyensúlyozott. Nem lehet mondani, megyünk a például a Győrbe, a könnyű lesz 3 pont. Nem. Mi lesz? Lesz, ha fogunk játszani. Köszönöm. Én örülök, hogy végre már azt hallottuk, hogy ugye 3 éves koncepció van, mert ugye a szezon elején más fajta megközelítés volt. Igazából az érdekelne engem, meg szerintem itt több embert is, hogy Csaba és Géza köztetek a feladatmegosztás, vagy kinek mi a érdemi egymás közötti elosztása, mert vezetők ugye vagytok már egy páran, csak azt kéne tudni, hogy kinek mi a szerepe a csapat működése szempontjából. És ha 3 éves a program, akkor ugye ez az első év, hogy hogyan gondoltátok a 3 évben, hogy mi a cél, hogy hova akarunk elérni. Részünkről ugye egyértelmű az NB1, de tudom, hogy ez nem olyan egyszerű, meg tudja mindenki itt. De hogy ti hogy látjátok ezt, hogy most ketten ezt hogy akarjátok a csapat mellett megoldani a szakmai részét? Persze az eredmények mindent majd meghatároznak, de alapvetően a háttérmunka szerintem ugyanúgy fontos, ami nem éppen látványos sokszor. Azzal kezdeném, hogy természetesen számunkra is a cél az az NB1, az nem kérdés. És talán itt nyáron is elhangzottak, de ahogy én beszélgettem veletek külön más helyszínen, és nem itt a szurkoló önkénten, ott akkor éreztem, hogy valahogy nagyon elment ez a kommunikáció, és tényleg mindenki azt hitte, hogy itt a haladás, itt tényleg pozitívan kezdtük el mondani, és hogy akkor nyáron már olyan csapatunk lesz, ami ott lesz az első és a második helyen. Egy picit, ha egy-egy vereség becsúszik, akkor becsúszik a második helyre, és aztán utána meg milyenk az első hely. Tehát lényeg az, hogy mi akkor is azt éreztük, de egy picit ez lehet, hogy elcsúszott, és ezért örülök, hogy akkor most megvan a kontroll, és megvan az, hogy mi igenis szeretnénk természetesen a haladásnak az első osztály. Hogy ez mennyi idő alatt jön, ez mennyi idő alatt sikerül, bízunk abban, hogy minél hamarabb. A munkamegosztás meg a Csaba azért van itt, mert hihetetlen szakmai tapasztalata van az utánpótlás tekintetében, pont az átmenet a fiatal játékosoknak a felnőtt futballhoz való beáramoltatása, és azért itt van itt jó pár egyesület, akiből lehet, és bízunk benne, hogy már a nyár folyamán a szisztematikus kiválasztásnak megfelelően, hogy tud csatlakozni fiatal játékos. Most is már van egy-két olyan fiatal, aki az Illés Akadémiáról az első csapattal edz, és utánpótlás válogatottak, és bízunk benne, hogy egyre jobb teljesítménnyel, és azt mutatják, hogy igenis be lehet őket tenni a csapatba. Tehát a Csaba ezért lesz a felelős, hogy a mindennapokban ezeket a klubokat végigjárva ott van minden edzésen, amennyire lehet, és szem előtt tartja ezeket a fiatalokat. Én pedig az első csapattal, és ahogy mondtam már egy picit félszemmel, hogy akár a játékvezetéssel, tehát a több színű és a feladat, de a legfontosabb az, hogy az első csapat nagyon-nagyon jól szerepeljen az én számomra, inkább nekem az első csapat, és a Csaba pedig az utánpótlás játékosok, de természetesen az első csapatot is neki figyelni kell, és ez munkakörében is ez benne van. Úgyhogy én azt érzem a Csabával, ugye a fiának az edzője lehettem, és itt az elmúlt hetek azt mutatják, hogy nagyon közös nevezőn vagyunk, sőt mondhatom a
Misi nevében talán mondhatom, hogy a közöttünk is egyre jobb és kommunikatívabb a kapcsolat. Mindig a felelősség azért a vezetőedzőé, ez természetes, de mégis azt hiszem, hogy mer már ugyanúgy rám támaszkodni, mint ahogy örömmel veszem, hogy a szakmai stáb is, hogy igenis egy felé húzza a szekeret, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy egyre jobb, és ahogy megismerjük egymást, és a Csabával pedig rögtön megtaláltuk a közös hangot, és egy elgondolásunk van. Neki az a nemzetközi tapasztalata is, igen, mert azért fontos, hogy a játékosok itt lássák itt az Illés Akadémián a fiatalok, hogy itt ebbe a haladásba igenis érdemes itt játszani, van tovább lépési lehetőség, és bízunk abban a szakmai munkában, amit a Csaba látott és tapasztalt kint, hogy azt ide is be tudja egy picit hozni, és hogyha egy-egy gondolatával tud már segíteni, akkor már nem volt véletlen, hogy ő ide került. Gondolom, a Csaba is egy picit kiegészíti egy-két gondolat. Tehát a klub stratégiájának, a piramis rendszerének a felépítése fontos eleme, amit az elején mondtam, az Illés Akadémia. Utána jön, amit szeretnénk a középtávon, hogy a második csapat is egy fontos lépcsőfok legyen, az első csapatnál pedig olyan játékosok kerüljenek, akik ténylegesen erősítést jelentenek a klubnak. A munkamegosztás, tehát én napi szinten reggeltől estig a pályán vagyok, az U17, U19 edzéseit nézem, az első csapat edzéseit nézem, és úgy próbáljuk lépésről lépésre beintegrálni a gyerekeket a felnőtt, a profi futballba. Ami nem könnyű, tudjuk, ez a legnehezebb, hogy a 17 éves gyerek a MB3 után legyen az MB2, majd az MB1 a lépcsőfok. De ami a legfontosabb, önöknek, szurkolóknak az első csapat szereplése, tehát nekünk a célunk ugyanaz, a tavalyi 6. hely után most a csapat 5., és szeretnénk előrelépni. Tehát, hogy ez a lépés mekkora lesz, azt majd a pályán a csapat megmutatja, de mindenféleképpen szeretnénk lépésről lépésre előrelépni. És ebbe az időtávban, amit említett a Géza is, az a cél, hogy a csapat visszakerüljön oda, ahova kell. Köszönöm. És esetleg még hova vihetem a mikrofont, hogyha valakinek adódik? Amíg gondolkodnak kérdésen, addig esetleg én kérdeznék Milántól, csapatkapitánytól. Még pedig azt, hogy Milán ugye csapatkapitányként, tehát a profi futball meccsről meccsre, ez természetesen a feladatod, de ezen túl is van feladatod a csapatot ilyen egységgé kovácsolni. És könnyű vagy nehéz feladat ez, vagy hogy érzékeled, hogy vannak ugye már tapasztaltabb játékosok, de vannak nagyon fiatal játékosok is a csapatban. Hogy tudjátok egymásnak átadni, átvenni azokat az előnyöket, amik a tapasztaltsággal és az egyébként nagyon fiatal korral járnak? Hát azért ez egy elég összetett dolog. Régen ez egy pofonnal meg lehetett oldani ezeket a dolgokat, de most már nem. Úgyhogy én mikor... Elmondom az én sztorimat. Én mikor felkerültem az NB1-be, egy NB3-as másik csapatból vittek fel, jött velem szembe a Szűcs Lajos, nyújtottam a kezemet, kaptam egy nagy pofont, hogy miért nyújtom a kezemet, egy hétig úgy ültem a sarokba körülbelül. Most, hogyha ilyen történne, akkor szerintem az lenne az első, hogy engem eltanácsolnának, meg még bíróságra is mennék. Úgyhogy ez most már más világ, hogy próbálok... Én is azért eléggé ilyen vehemens típus vagyok. Szeretem, hogyha mindenki normálisan dolgozik, normálisan beszél, azt a munkát elvégzi, ami ki van jelölve. De az elején még nehéz volt, mikor megválasztottak. Én nekem is ez egy új szerep volt, de most már nagyon sokat fejlődtem, felvettem ezeknek az új fiataloknak, vagy hát az új világnak a ritmusát, hogy nem muszáj mindig ütni, vagy nem muszáj mindig a csúnya szóval motiválni embereket. De jó, ez azért kaptam segítséget én is, hogy segítettek, hogy ezt nem így kell. Most jelen pillanatban úgy érzem, hogy az egész csapattal tudok kommunikálni, tudom kihez hogy kell szólni, tudom ki az, akit tudok motiválni azzal, hogy gyerünk bazd meg, menjünk, aztán verjük szét őket. De van, akinek azt kell mondanom, hogy gyere, csináljuk, nem lesz baj. Mindenkinek megvan az a hangnem, az a stílus, amivel ki lehet hozni belőle a maximumot.
De sok színű ez a világ most már. Nem az van, hogy kimegyünk, mondjuk most teszem fel a Grundra, aztán egy brigád van, és mindenki tudja, hogy mit akar a másikért szóból. Nem egyszerű, de úgy érzem, hogy az első év nekem is tanulópénz volt, most már én is másképp csinálom, és úgy gondolom megértenek a társak. Úgyhogy remélem, hogy ez azt fogja mutatni, hogy a pályán is tényleg együtt vagyunk. A fiatalok, van esetleg kérdés közben? Fogalmazódott-e meg kérdés valaki részéről? Hiszen... Igazából az Edinától szeretném kérdezni, hogy mennyire tudja összeegyeztetni a család, a női NB1-es csapat, az Illés Akadémia harmóniát, hogy időbe hogyan tudod megoldani? Hát ebben nagyon jó vagyok, mert 30 éve üzem ezt a sportot. Én folyamatosan, ugye női labdarúgásból azért nem jól lehetett megélni, korábban sem. Válogatott labdarúgó voltam, miközben egyetemre jártam, vagy főiskolára is dolgoztam, hogy meg tudjak élni valamiből. Aztán szövetségkapitány lettem, de mellette tanítottam a Bólyaiban. Úgyhogy én ezeket így párhuzamosan tudom csinálni. Nyilvánvalóan kell egy olyan család, aki ebben támogat. És hát az, hogy 18 éves a lányom, 12 éves a fiam lassan, azért felnőttek. Elég normális gyerekek is lettek, úgyhogy büszke is vagyok rájuk. Biztos vagyok benne, hogy eljön az idő, amikor dönteni kell a két szakmai terület között. Meglátjuk. De amíg megy így, addig csináljuk. És én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy azok a fiatalok, akik most az Illés Akadémián idejöttek azért, Nyíregyházáról, Pécsről, mindenhonnan az országból, mert a Haladás Viktóriában szeretnének játszani, ezt a lehetőséget ők megkaphassák. Jó, köszönöm. És talán még a Henitől annyit, hogy mikorra számíthatunk arra, hogy visszatérsz? Hát ezt nagyon nehéz behatárolni. Ugye szívem mélyén, meg minden gondolatom az, hogy visszatérjek a pályára. Meglátjuk a szervezetem mit bír. 14 hete műtöttek, keményen csinálom a rehabilitációt, mindent megteszek annak érdekében, hogy visszatérjek, illetve minden velem dolgozó stábtag, rehabilitációs vezető beleteszi a tudása legjobbját azért, hogy újra pályán lehessek. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Rendben, hogyha hátul is hallják, akkor rendben van, de azért odaadom a mikrofon, mert hátul is kell, illetve a felvétel miatt. Én szintén az Edinához pár szót, hogy én nagyon örülök, hogy te lettél újra az edző. Hadd nem mondjam, itt nagyon sokan kiártunk annak idején a királyra. És ugye nem mindig te voltál az edző, később lettél, ezt tudjuk nagyon jól, sőt mást is tudunk rólad. Annak, aminek mindannyian itt örülünk talán, hogy itt vannak a meccsek. És képzeld el, hogy Derkovicsról kimenni a királyba, nem nincs autója, nekem nincs. Biciklivel, stb. Itt nagyon jó, tehát biztos, hogy sok szurkoló számítasz, és gratulálunk mind edzőnek. És a Sélyei úrhoz talán annyit, hogy beszéltünk róla egyszer régen, hogy csinálunk egy haladást, úgy levetett kupagyűjtemények, meg ilyen relikviákat, meg ilyeneket, ugye? Én mondtam, hogy 40 éve járok mese, és 40 éve meg van minden bérletem. Tehát azért majd, ha sor kerül, akkor leadom neked, aztán majd intézkedsz meg. Köszönöm szépen! Köszönjük, és egy mondat be erre, hogy tervek között van, hogy itt kialakítjuk ezt a kis múzeumot, vagy bemutatót, és szívesen vesszük a ilyen szurkolói felajánlásokat. Köszönjük. Kérdés esetleg még bárkitől? Megkérhetem akkor, hogy egymásnak átadják a mikrofon, szerintem egyszerű, de lehet, hogy nem. Varga József vagyok, és az ügyvezetést szeretném interjúvolni. Szóval azt szeretném kérdezni, hogy tavaly augusztus óta két ügyvezetője van a cégnek, vagy Kft-nek, a Szombathaladásodró Kft-nek, akik együttes a leírásra jogosultak. Azt szeretném kérdezni, hogy egyrészt mind okolja, hogy két ügyvezető van, miért van az, hogy csak együttesen írhatnak alá, és főleg az, hogy miért van az, hogy a többségi tulajdonos az gyakorlatilag nem írhat alá önállóan.
Köszönjük szépen a kérdést. Ugye először is akkor, ha már meglettünk szólítva, akkor én is hadd mondjak magamról egy pár szót, mert még én sem vettem részt szurkolói ankéton. Tehát Szántó Erzsébet vagyok, a végzettségem felállok jó az egyszerűség kedvéért. Végzettségemet tekintve közgazdász. 2019 óta vagyok a haladás kötelékének a tagja a HVSE-ben, mint klubmenedzser érkeztem, ami nyilván egyfajta szervezési munkát is jelent. Hogy hogyan függ össze a két dolog? Ugye úgy, hogy a HVSE elnöke az a Homlok Zsolt, és akkor nyilván volt egyfajta ott is egy új koncepciónak a felépítése, kialakítása, ami egyrészt a sportágaknak, illetve az utánpótlás nevelésnek a rendszerének a pontosítása, tehát az, hogy milyen felnőtt csapatokat, milyen osztályban, hogyan indítsunk el, akkor ugye ez egy kérdés volt, miután a sportfinanszírozás az mindig egy kulcskérdés Magyarországon. Ebben segítettem, ebben a munkában, és aztán az élet úgy hozta, hogy a többségi tulajdont a labdarúgó Kft.-be Homlok Zsolt vette át. Az ő cégcsoportjaiban, tehát most a kettős ügyvezetés kérdését tisztázva, tehát ez nem egy egyedi eset. Tehát hozzáteszem, hogy azért a labdarúgó Kft. Az egy, ha az anyagi részét tekintjük, tehát a költségvetési részét tekintjük, az egy több százmillió forintos cég. Minden több százmillió forintos cégnél, ahol a tulajdonos nincsen jelen a napi ügyvezetésben és a napi operatív munkában, ott többnyire legalább kettő darab ügyvezető van. Ez a Homlok ZRT-nek, tehát a Homlok Zsoltnak ez a cégeiben mindenhol így van, tehát ez nem egy egyedi eset. Pontosan azért ennek kettő fontos szempontja van, az a napi ügymenetnek a folytatása. Az együttes aláírási jog az pedig megint csak abból fakad, mert miután itt a sportszakmai részén, és azért ülünk egy kicsit kispadon itt, hogy ezt is egy picit szemléltessük, hogy az élet az alapvetően a labdarúgásban arról kell szóljon. Mi egyfajta hátteret és támaszt és biztosítékot adunk ahhoz, hogy ennek a feltételei ezek mindig maradéktalanul teljesüljenek. Egy tulajdonos, amikor egy klubot megvesz, átvesz, akkor a legfontosabb szempont, hogy az működőképes legyen, és ehhez a tulajdonos eldönti, hogy kikkel szeretné ezt biztosítani. Tehát adott esetben az én személyem az egyértelműen a Homlok Zsolt kérésére vagyok ügyvezető, miután a végzettségemet tekintve gazdasági szakember vagyok. Nyilván, hogyha valaki a közgazdasági részét átlátja a sportszakmai részén túl, az egy nagyon fontos szempont a mai világban. Az együttes aláírás az pedig, miután kettős ügyvezetésnél együttes aláírás, illetve akár önállóan gyakorolhatnánk, de fizikailag, mint tudják, most már a haladásnak az irodai központja, az itt van szintén a haladás sportkomplexumban, tehát ennek az van, hogy mind a kettőnk tudjon mindenről. Egyszerű. Mi mindent megbeszélünk, mindent megvitatunk, minden közösen hozunk döntéseket, ez ennyire egyszerű, úgyhogy nem egy túl bonyolult dolog. Nem tudom, kielégítő volt esetleg a válasz, vagy felmerült a további kérdés. A Haladás Marketing Kft., tehát a Haladás Marketing, igen, és annak a Haladás Marketing Kft.-nek a 99%-a az Homlok Zsolt magánszemélyé. Van még esetleg hozzáfűzni való, vagy kérdés? Akkor vissza-vissza a mikrofont. Jó, köszönjük szépen akkor a kérdést. Köszönöm. Kielégítő volt? Válasz, köszönöm. Én azt gondolom, hogy ez... ahogy kérdezi, egy igazolás az egy komplett döntés, komplex döntés. Egyrészt van egy szakmai része, másrészt tetszik, nem tetszik, van egy pénzügyi része. Így van. Így van. A munkamegosztás az, hogy Sélei Árpád egy picit régebb óta gyakorolja a labdarúgásban. Azt gondolom, hogy nem kell az ő múltját bemutatni senkinek, tehát egy picit régebb óta gyakorolja a labdarúgásban az ügyvezető, illetve magának a haladás mellett itt van, és nagyon régóta
foglalkozik a haladással. Én a labdarúgáshoz ezt már elmondtam több helyen, nem értek, és nem is szeretnék érteni, és azt gondolom, hogy nem nekem kell hozzáérteni, hanem azt gondolom, hogy azoknak a szakembereknek kell érteni hozzá, akik a szakmai döntéseket meghozzák, illetve a szakmai javaslatokat megteszik, mint ahogy érkezik hozzánk adott esetben egy szakmai megkeresés egy igazolással kapcsolatban. Nagyon őszintén nem tudom az összes magyar labdarúgásban jelenlévő NB1-es és NB2-es játékosnak sem a nevét, sem a posztját, de nem ez a feladatunk. A feladatunk az, mint ügyvezetésnek és gazdasági háttérnek, hogy annak a feltételét, ha születik egy szakmailag indokolt döntés, azt meg tudjuk beszélni, hogy van-e rá pénzünk, azt meg ki tudjuk-e fizetni, illetve hány évre tudunk vele szerződni. Tehát ezek komplex döntések, de azt gondolom, hogy azon túl, hogy ez a haladásnak az imidzse, és a haladás klubnak az imidzse, a haladásnak a múltja, az predesztinálja arra, hogy ez egy alapos szakmai döntésen alapuló döntések legyenek, és pontosan abban esétáljunk bele, ami azt gondolom, hogy itt senkinek nem kell elmesélni, hogy a gazdasági háttér mennyibe befolyásolta a múltnak a döntéseit. Ez így kielégítő, vagy még esetleg van? Hogy itt a gazdaságért felelős személyt kérdezem, hogy a gazdasági háttere a haladásnál biztosította annak, hogy NB1-es legyen a csapat? Azt gondolom, hogy jelen állásban a gazdasági háttér az, miután most NB2-ben vagyunk ebben a pillanatban, amikor a Homlok Zsolt a tulajdonos átvette, akkor egy NB2-es klubnak a működtetését vette át. Az, hogy egyértelműen ő is elmondta, azt hiszem az ő általa lenyilatkozott interjúban is, hogy nyilván az a cél, hogy NB1-be jussunk. Nyilván ez hál' Istennek nem egy összegben és azonnal kell megtennünk, de hozzáteszem, hogy az MLS-nek az ellenőrzési rendszer az egy nagyon szigorú rendszer, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a pénzügyi monitoring rendszer az működik az MLS-nél, tehát oda mindenképpen minden adatot mindig negyed évente be kell szolgáltatni. Tehát ott minden szerződésről nyilatkozni kell, minden tartozásról, minden bevételről, tehát van egy szigorú ellenőrzési rendszer, ami hál' Istennek már megfelel azoknak az európai normáknak. Mint egyébként azt gondolom, hogy mindenki tapasztalja, hogy egyre kevesebb klub fordul, vagy esik abba a helyzetbe, hogy fizetésképtelenné válik. Tehát nekünk azoknak a feltételeknek meg kell felelni. Az NB1-es licenc benyújtásakor ahhoz oda be kell raknunk a gazdasági feltételeket is, hogy rendelkezésre állnak. Tehát ez ma már így működik. Tehát... Ezt értem, de nem ez volt a kérdés. Igen. A kérdés, hogy ha az MB2-höz szükséges, az MB2 jó középcsapatához szükséges forrás biztosítja egy tulajdonos, ez messze nem elég ahhoz, hogy főleg addig, amíg olyan klubokkal kell versenyezni, akik tényleg milliárdos költségvetéssel bírnak. Tehát a haladásnak az a célja, hogy az MB2-es jó átlagos költségvetéssel elérje az NB1-et, majd amikor elérte az NB1-et, a 3 éves tervben belül valamikor, akkor az NB1 költségvetéséhez szükséges ahhoz, hogy ne essen ki a csapat az NB1-ből, ahhoz szükséges 20 forrás biztosítja, majd a 20 tulajdonos. Ezt akkor én jól értem, de hát, hogy előbb kell, hogy meglegyen az NB1. Nem, bocsánat, nem ezt mondtam. Előbb kell, hogy meglegyen az NB1, és csak majd utána lesz az NB1-es finanszírozás, vagy kap a csapat most 20 finanszírozást ahhoz, hogy igazoljon mondjuk egy jó játékost, vagy 2-3-at, vagy nagyobb eséllyel tudjon feljutni az NB1-be. Amint az elhangzott, tehát most nem anyagi megfontolások alapján dőlt el, hogy igazolunk, vagy nem igazolunk, és kit igazolunk. Tehát egyértelmű egyeztetés, meg volt a szakmai egyeztetés arról, hogy ha és amennyibe találunk olyan játékost, aki valóban segítséget nyújt, és ahogy a mester fogalmazta, kezdőbe be tud jönni, nincsen pénzügyi akadálya. Még egy kérdésem van. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ugye ön a HVS-nél is gazdasági ügyeket intézi meg a labdarúgó klubnál is, hogy a labdarúgó klubnak és a HVS-nek a bérleti szerződésével mi a helyzet, ugye a stadion használatra gondolok. Ugye ez egy kritikus pont volt az elmúlt néhány évben, tulajdonképpen azóta, mióta ez az új komplexum van, és
és nem tudom, hogy most, hogy váltás volt a komplexum ügyvezetésében is, itt a Haladás Futballklubnál is ugye ön, mint új ügyvezető belépett, hogy ez mennyiben változott a korábbi évekhez képest. A korábban a szombathelyi önkormányzat 120 millió forintot kért a futballklubtól, amit egy részét egyébként támogatásként odaadta, tehát valójában nem ennyit fizetett a klub, hogy mi a helyzet most az új, van-e új szerződés, az hogy néz ki, mennyire harmonikus vagy könnyű a Szombathelyi Haladás labdarúgóklubnak a helyzete. Köszönöm szépen ezt a kérdést, és tehát szeretném jelezni, hogy pont ma reggel is volt egy egyeztetésünk a létesítményen, hál' Istennek ez a kapcsolat is egy teljesen normális kapcsolattá vált. Segítjük egymás munkáját, hiszen azt, amit önöknek is egyértelmű, meg szerintem mindenkinek, hogy ráadásul rá is van írva épületre, hogy Haladás sportkomplexum, tehát egyértelmű, hogy ez a Haladásnak az otthona. Tehát az, hogy ennek az anyagi háttere, ugye nyilván egyrészt támogatásokból össze, van érvényes szerződése a labdarúgó Kft.-nek a Haladás sportkomplexum használatra, tára annál is inkább, mert ez szintén licensz feltétel. Tehát nem lehet úgy sem NB1-es, ugye NB1, NB2-es licensz az együtt kerül beadásra, nem lehet úgy licenszet kérelmezni, hogy nincsen arra a következő szezonra vonatkozó szerződése, vagy a szerződése vonatkozó szándéknyilatkozata. Van 2023-as évre szóló szerződésünk, élő szerződésünk a létesítménnyel. Mondom, hál' Istennek, és ezúton, ha már itt vagyok, akkor nyilván meg szeretném köszönni a létesítmény ügyvezetésének is azt a fajta konstruktív hozzáállást, ami egyébként azt gondolom, hogy elvárható lenne minden esetben most is. Hozzáteszem, hogy nyilván most az energia kérdés az kérdés mindenhol. Tehát az, hogy az életünk nem lesz könnyű, az azt gondolom egyértelmű, és ezt ha már megint csak van lehetőségem elmondani, ugye pont a pályakarbantartás része. Tehát azt szeretném kérni a szurkolóktól, hogy az első meccseken majd legyenek megértőek, mert sajnos a pálya minősége pont a nem fűthetőség, amit nem mi döntünk el, hanem ugye törvény írja elő, illetve le van szabályozva az állami létesítményeknél, hogy mit használhatunk, nem könnyítette meg az életünket, tehát nyilván a pálya minősége az nem olyan, mint amit megszoktunk. De ez megint azt gondolom, hogy azt szokták mondani a szakemberek is, hogy a pálya mindenkinek egyforma, tehát majd ezen kell megoldanunk. Tehát most az energiaárak miatt, illetve az energiaköltségek miatt mi nekünk is ugyanúgy a spórolnunk kell egy csomó mindennel. Tehát van élő szerződésünk, igen. Egyéb kérdés? A szerződés adatait az miután azt gondolom, hogy az jelenállás szerint az ugye, ha gondolja, akkor közérdekű adat. Én ezt nem mondanám el így, mert nincs hozzá felhatalmazásom a létesítmény részéről, hogy én elmondjam ezt. Tehát miután ugye két üzleti félről van, ez közérdekű adatként azt gondolom, hogy kikérhető. Ha nem haragszanak, ezt én nem mondom, mert ebből nem szeretnék jogvitát saját magamnak sem, hogy olyan információt adok ki, ami egyébként üzleti titoknak minősül két gazdasági társaság között. Tessék? A labdarúgó Kft. Nem az. Igen. Köszönjük szépen, akkor azt hiszem elég kielégítő válaszok érkeztek. Futballal kapcsolatban, illetve a sporttal kapcsolatban van-e bárkinek kérdése még, illetve a szakmai stábnak van-e még olyan mondani valója, amit szeretne megosztani a szurkolókkal, és úgy érzik, hogy még kimaradt ebből a tájékoztatóból, vagy ebből az ankétból. Ameddig esetleg ezen gondolkodnak, vagy amíg a következő kérdés érkezik, addig akkor én szeretnék a Henriettától kérdezni egy rövidet. Ugyanazt igazából, amit a Milántól, hogy a női csapat kapitányaként egy kicsit ilyen belső öltözői tehát információkat, hogy nálatok azt hogy oldjátok meg, hogy a csapatban kohézió legyen neked csapatkapitányként, ebben milyen plusz feladatod van a többi játékoshoz képest? Igazából, ha Milán azt mondta, hogy nehéz, akkor én azt mondom, hogy kétszerűen nehéz, mivel nőkről és lányokról van szó. Mert mindenki tudja, hogy nőkkel nem olyan egyszerű. Ami engem illet, én már nagyon hosszú ideje csapatkapitány vagyok. Aki ismer engem, tudja, hogy szinte két személyiségem van. Van egy a pályán, ami nem ismer barátságot és semmit, és üzemhajtom a lányokat. Illetve van egy olyan személyem, aki lejön a pályáról, és a lehető legnagyobb barátságban van, a 14-15 éves játékostól elkezdve, akár a 30 éves játékosig.
Ahogy említettem, Milán is meg kell találni a közös hangsúlyt mindenkivel. Nagyon nehéz, a fiatalokkal még nehezebb, mivel más generációban vannak ők most, illetve amiben mi felnőttünk, teljesen más. Nekünk is engedni kell, úgy gondolom, illetve nekik is sokkal többet kell beletenni. Nem egyszerű, de vagyunk szerencsére többen is a csapatban, akik egy kicsit ilyen idősebb és rutinosabb játékosoknak mondhatják magukat, és együtt össze tudunk fogni, és tudjuk húzni a fiatalokat, mivel a tehetség bennük van, csak ki kell tudnunk hozni belőlük a pályára. Ahhoz meg kellünk mi is, de kellenek ők is. Sok sikert kívánok! Köszönöm. Szakmaistától szeretném kérdezni, többen elmondtátok már, Hipmester is, Milán is, Géza is, hogy mentálisan nagyon együtt van a csapat, jó állapotban van. De vajon fizikálisan milyen állapotban van a csapat? Ugye az is elhangzott, hogy rövid volt ez a 3 hetes felkészülés. De vajon mire volt ez elég? Mit láthatunk tőletek, Milán, vasárnap 13 órakor? Hogy fogtok kifutni arra a bizonyos, nem éppen jó talajú pályára? Hát én ezzel kezdtem a mondandómat, mikor elkezdtem beszélni, hogy rövid volt, de tartalmas. A mestert szerintem mindenki megismerte ezelőtt a pár hónap alatt, meg előtte, mikor itt volt, hogy ő neki a munka az első. Hogy ő nem abba, hogy csiké megyünk, aztán előtjögünk, vagy csinálunk valamit, hanem nem, ha kimegyünk, akkor azt csináljuk kőkeményen. Mi nem jöttünk le úgy a edzés után, hogy ne lett volna süteménye, hogy ő mondja. Mi először azt hittük, hogy jó, lesz süti, akkor besütizünk, aztán jól van. Nem, a sütemény a mesternél az azt jelenti, hogy akkor még megvan a munka, megvan az edzés, és akkor van egy futóprogram, ami valahogy kicsi a sütemény, vagy van, hogy nagy a sütemény, de ő nála azért elég nagyok a sütemények. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a fizikai állapotunk az, ami kimagasló, én úgy gondolom. Most, hogyha nem is vagyunk akkora tehetségek, vagy nem vagyunk akkora tudással rendelkező játékosok, mint nem mondok csapatokat, vagy embereket, de én úgy gondolom, hogy a munkát azt elvégeztük, ez a rövid idő alatt is, és szerintem a fizikai állóképességünkkel nem lesz probléma. És akkor mit láthatunk vasárnap? Hát, én úgy gondolom, hogy ismersz már engem, én győzelemre törekszem, 3 pontért megyek, de szerintem a csapat is így van ezzel, szurkolók is ezt várják, mindenki ezt várja, mi más lehetne? Ez nagyon jó végszó lenne, de hogyha van még kérdés, akkor természetesen. Üdvözlök mindenkit, Kovács Bálint vagyok. Az ügyvezetés felé lenne 2 kérdésem. Egy komoly és egy kevésbé komoly. A komolyabb kérdés, hogy van-e már valamilyen gyakorlati elképzelés arra, ami többször is elhangzott szakmai stáb részéről, hogy kéne egy átmenet a felnőtt csapat és az utánpótlás között. Tehát egy NB3-as vagy egy NB2-es csapat, ugye tudjuk, hogy most Szombathelyen van 2 kandidás is erre a szerepkörre, ezt ugye lehet velük megvalósítani, vagy külön. A kevésbé pokomoly, bár lehet, hogy mégis komoly, mivel vannak rá már nemzetközi példák, hogy elképzelhető, hogy itt Szombathelyen is a hölgy, illetve a férfi focisták között egyenlő bérezés lesz. Köszönöm szépen a kérdést. Nyilván. Akár a férfiakét is le lehet vinni. Vagyis a fiúkét húzzuk fel a lányokéhoz. Jó, köszönöm szépen a kérdést. Ugye az, amit már említett a szakmai stáb, és hogy amit ön is elmondott most, hogy jelenleg 2 megye 1-es csapat van. Tehát mondhatjuk, hogy nagy biztonsággal jó esélyünk van arra, hogy az NB3-ba való feljutás az már legalább egyértelműen Szombathelyen fog eldőlni, ha lesz belőle feljutás, mert ha én jól tudom a szakmai emberektől, azért ez még nem olyan biztos, mert attól, hogy a megye egyet valaki megnyeri, az még nem jár automatikusan feljutással, de most ebben nem szeretnék, mert ez megint egy szakmai kérdés. Egyértelmű, hogy ha és amennyibe bármelyik csapat ettől a HVS-éből, illetve a Király-eséből feljutna, tehát megszerezni a feljutáshoz való jogát. Már elindult korábban is egy egyeztetés az arra vonatkozólag, hogy egyértelmű, hogy nekünk erre szakmailag szükségünk van. Tehát ez már ez egy eldöntött dolog. Tehát most is azon dolgozunk egyébként napi szinten,
hogy bármelyik csapat lesz a kettő közül, azzal egy szoros együttműködést tudjon kialakítani, mert az nagyon fontos, hogy az, amit a szakmai rész elmondott, hogy az átjárhatóság az MB2-es csapat, illetve a második csapat között, az lehetőséget biztosítson arra. Egyébként az, amit megint csak a szakmai stáb már elmondott, hogy és én is tudom, hogy eddig pontosan a fiatalok elvándorlásának az egyik legfontosabb oka az ez volt. Hiszen a fiatalok az első számú csapatban nem feltétlenül tudtak lehetőséget kapni, hiszen, mint egyébként önök jobban tudják, mint én szerintem, hogy a tabella az annyira szoros, hogy az eredménykényszer. Tehát egy picit úgy vagyunk ezzel, hogy a szurkolók elvárják, hogy egyébként eredmény legyen, ami teljesen normális, hiszen mi is ezt várjuk el, mint klub saját magunktól. De az, hogy ebbe a fiatalok beépítésre kerüljenek, az egyértelmű, hogy erre szükség lesz az MB3-as csapatra. Ha följut a csapat, ugye megint csak az anyagi kérdéseket illetően, a Haladás Kft. Ennek a költségeit azt nyilván fogja tudni vállalni. Tehát cél és elvárás is valamilyen szinten, hogy a saját dolgunkat megkönnyítsük. Hozzátenném még, hogy a társadalmi részén túl azért a futball az egy nagyon jó üzlet, ha jól csinálják. Tehát a világ többi részén ezt egyébként azt gondolom, hogy elég jól gyakorolják, hogy hogyan kell a futballnak az üzleti részét támogatni. Azt gondolom, hogy ebbe is előre kell lépnünk. Tehát pontosan azt a fajta gazdasági vonatkozását is meg kell teremtenünk a labdarúgásnak, nem csak Szombathelyen, hanem Magyarországon, hogy legyenek értékesíthető nemzetközi szintű játékosaink. Egyébként a magyar válogatott az nagyjából azért pillanatnyilag ezekből a játékosokból tevődik össze. Tehát, tessék? Bocsánat, tehát azt gondolom, hogy az a része, hogy a játékosokat, a Haladást azt olyan szinten tudjuk erősíteni a második csapattal, visszatérve a második csapat kérdésére, tehát egyértelmű cél, erre folyamatos egyeztetés, tárgyalás a HVS-ével, illetve a Király Gáborral is, a Királyesével is folyamatos. Tehát ez már nem egy új keletű probléma, úgyhogy ezen is dolgozunk, hogy erre mindenképpen, ha lehet, akkor már ebben a szezon végén megoldást találjunk. Ugye nyilván ennek van egy cégjogi és egyéb háttere, de az MLS-szel is egyeztettük már ebben az ügyben. Tehát mindenképpen az a cél, hogy ez a második számú csapat, ez ne csak egy elképzelés legyen, hanem meg tudjuk valósítani. Ugye volt a fizetésre vonatkozó kérdés. Mondtam, a fiúkét felhozzuk a lányokéhoz. Jó, tehát nyilván az van, hogy egyébként hozzáteszem, hogy a kettős ügyvezetésnek is az a lényeg, hogy van egy férfi és egy nő is, tehát azt gondolom, hogy most azért a társadalmi elvárás az nyilván az, hogy a lányoknak is a lehető legjobb bérezéseket tudjuk biztosítani. Azt gondolom, hogy most a lányoknak a bérezése az megint csak az van, amit mi ehhez hozzá tudtunk tenni az Edina szakmai munkáján, illetve a lányok küzdésen kívül azt megtesszük, miután az is a mi csapatunk. És egyébként ezt is szerettük volna egy picit megmutatni, azért is ülnek itt a lányok is, hogy tudjuk, hogy az első az mindig a férfi MB2-es csapat, de van nekünk egy női csapatunk is, és azt gondolom, hogy ők legalább olyan fontosak, mint mindenki más, aki a Haladáshoz tartozik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elég kielégítő volt a válasz, illetve Szántó Csabától szeretném kérdezni, hogy neki a szakmai részhez lenne hozzáfűzni valója esetleg, vagy kielégítőnek találtátok a választ mindenki. Van esetleg további kérdés? Tudunk-e még rendelkezésre állni, bármi felmerült-e? Parancsol. Sziasztok, Döme Béla vagyok. Nekem csak egy nagyon laza kérdésem ennek. Ki a biztonsági igazgató most a Haladásnál? Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a kérdést. Jelenleg a biztonsági igazgatói tisztet azt a Target képviselője, Balázsi Róbert látja el. Miután a licenc kérelemnek van egy nagyon fontos szempontja, ami a személyi feltételekre is vonatkozik. Tehát ott van egy követelményrendszer, ami a személyi követelményrendszert meg kell tenni. A biztonsági igazgatói tisztségre alkalmas személy az, aki vagy az MLS-nél, vagy pedig biztonsági szempontból, ugye ez az őrzővédő végzettséggel rendelkezik, személyét tekintve is. Tehát most
nálunk nem csak a biztonsági szolgálatot, hanem a biztonsági igazgatói tisztet is a Target Group képviselője látja el. Köszönöm, köszönöm. Először is szeretnék gratulálni a hipmesternek a munkájához, ahogy átvette és felrázta ezt a csapatot, mert tudjuk nagyon jól, hogy nagyon le volt ültetve ez a csapat, sajnos, de az a munka, amit beletettek, ez nagyon meglátszott a lelátón is, és szerintem most azért vagyunk is itt ennyien, nem mind ősszel, a nyári felkészülésnél. És azt szeretném kérdezni, hogy itt ugye szóba került a Szántó Csaba, illetve a mestertől, hogy az edzőmeccseken nem nagyon láttunk Kilés Akadémiás srácokat az edzőmeccseken, hogy kik azok a srácok, akik szóba jöhetnek, hogy esetleg fölkerülnek a nagy csapathoz, hogy vannak-e ilyen nevek a tarsolyba, illetve azt szeretném még mondani, hogy tavaly volt egy olyan érzésünk, minthogyha itt az akadémia és a nagy csapat között nem lett volna meg ez a híd, hogy az akadémiás srácok akarnak egyáltalán itt játszani a Haladás felnőtt csapatába, mert például mondok neveket is, akik úgy elmentek innen, hogy egy Kálai Zalán, aki egy nagyon tehetséges srácnak tűnt, a Doncsász Levente, aki egy őszombathelyi srác, nagyon jól tudja, hogy milyen érzés lehet egy Haladásba futballozni, és most Ajkán játszik, hogy Csaba, pár szót erről esetleg. Igen, természetesen ezt én is tapasztaltam, ez a rövid pár hét alatt, amióta itt dolgozom, hogy a korosztályokból a gyerekek elvándoroltak. Pont ez egy fontos feladatom, hogy ezt a tendenciát megállítsuk. Most per pillanat két fiatal, a Mohos Barnabás és a Katona István edz az első csapattal, ők lehetőséget is kaptak a felkészülési mérkőzéseken, de folyamatosan, ahogy említettem az előbb is, az U19, U17 edzésein ott vagyok, szoros napi szakmai kapcsolat van az Illés Akadémiával, és közös döntés alapján fogjuk folyamatosan a fiatalokat. Ez a kifejezetten a tulajdonosnak is a kérése, hogy a hosszú távú stratégiában az Illés Akadémiáról a fiatal srácokat beépítsük a felnőtt csapatba. Még ottan volt ketten Péter Kovács Pető, és velem a december volt Gabi Ötvös. Sokan játékosok ott vannak, mint megyünk oda megnézni. A 17-es ugyanaz. Köszönöm. Van még kérdés? Szerintem nyugodtan mondhatom, hogy itt vannak, mindenkinek Haladás a szívügye. És ugye mi nem csak az NB1-re, hanem mi az edzőmeccsökre is kimentünk volna. Miért volt zárkapus az edzőmérkőzés, minden mellett látogatni? Ezt szeretném megkérdezni. Akkor már megint én leszek az illetékes, bocsánat. Tehát az edzőmérkőzésektől annyit, hogy köszönjük szépen, hogy nagyon sokan kijöttek volna. Mint az előbb említettem, sajnos a nyári felkészülési mérkőzésen be tudtuk engedni a nézőket, hiszen ezen a pályán tudtunk a stadionba edzőmérkőzéseket játszani. Mint az előbb mondtam, sajnos pillanatnyilag a pályát örülünk, hogyha magára a bajnoki szezonra olyan állapotba fogjuk tudni hozni, hogy lehessen rajta játszani. Ugye onnantól kezdve, hogy itt a stadionban nem tudunk edzőmérkőzést rendezni, kénytelenek vagyunk edzőpályákon, ugye a HVS-n, illetve az Illés Akadémián. Sajnos a rendezési feltételeknek, amikor mi azt írjuk ki, hogy az egy nyílt kapus mérkőzés, annak vannak feltételei, biztosítanunk kell lelátót, biztosítanunk kell vendéglécét, tehát annak már megvan az a fajta kötelezettség, hogy nekünk egy csomó mindent biztosítani kell. Így miután ezek edzőpályán kerültek megrendezésre, nem tehettünk mást, mint zárt kapus mérkőzéseket rendezünk, hiszen ez az előírásoknak nem tudunk megfelelni ezeken a helyszíneken. És az a helyzet, hogy de azért azt a szurkolók tudják, hogy amikor kiírjuk, hogy a Kondics utcai pályán zárt kapus mérkőzés van, tehát én azért bíztam benne, hogy a szurkolók fontosan fogják tudni, hogy az mennyire zárt kapus, hiszen azt gondolom, hogy a pálya az egészen jól belátható volt. Hozzáteszem, hogy még az Illés Akadémián is, akik szurkolók kijöttek és megnézték a mérkőzéseket, természetesen mindenki megnézhette. Tehát senkit nem küldtünk el, nem takartuk el leplekkel a pályát, hanem egyszerűen ennek ez az egyszerű oka van. Tehát
sajnos a stadionnak most a téli felkészülés időszak alatt nem volt alkalmas a pálya, úgyhogy megpróbáltunk rá vigyázni mi is, hogy legalább majd a bajnoki szezonba valamennyire viselhető állapotba kerüljön. Mondom, sajnos az energia ezek miatt, az intézkedések miatt tényleg azt mondom, hogy nincsen jó állapotban a pálya, mert azok a szakemberek által előírt karbantartási feladatokat nem tehettük meg. Tehát azért kérem mindenkinek a meg, és azt is értjük, hogy ezt mi miért nem írtuk ki a Facebookról, mert nem írhatjuk ki, hogy egyébként zárt kapust, de gyertek nyugodtan, mert meg lehet nézni. Hanem azt gondolom, hogy a helyiek, én azt kérném, hogyha ilyen van, akkor azt tegyétek már meg egymás között, hogy ezt jelzitek egymásnak ti, mert egy hozzászólásba oda lehet írni bárkinek szurkolók közül, hogy emberek lehet nyugodtan jönni, mert egyébként elküldeni nem küldenek el senkit, de vendégszurkolókat nem tudunk fogadni, és egy nyílt kapus mérkőzésnél sajnos az ugyanúgy kötelező edzőmérkőzésen is. De az a kérdésem, hogy a haladás VSV-be ugyanúgy vannak korosztályos csapatok, játékosok, azok is ebbe a körbe tartoznak? Vagy ezt hogyan kezelitek? Mert ugye csak az akadémiáról volt szó, és ugye ott is vannak, a Király Eséni szintén van. Gondolom akkor azért ez mindegyikre igaz. Természetesen, hát ez is a hosszú távú stratégiának egy alappillére, hogy nem csak az Illés Akadémia, hanem az összes utánpótlás egyesületből. Tehát nekem a pályafutásom során volt rengeteg olyan példa, hogy olyan gyerekből lett profi futballista, aki nem akadémián nevelkedett. Tehát ez nem zárja ki az, hogy az akadémián több kiemelkedő képességű játékos van, az nem zárja ki azt, hogy ugyanúgy a HVS-ből, vagy a Királytól, vagy a Lurkóból ugyanúgy profi szerződést kaphat egy kiemelkedő játékos, vagy lehetőséget, hogy a profi csapattal edzen. Én nekem egy apró kérdésem lenne, ugye vannak beszélgetések ugye a három szombathelyi úgymond futball központtal. Én úgy gondolom, hogy a beszélgetések jó dolgok, de igazából a legfontosabb, ami az elmúlt több tíz évben, tehát nem a mai probléma csak, hogy szerződéses kapcsolat is megvan-e, vagy az MLS-es felmenő rendszer működik, és az alapján megy, mert ugye ott azért vannak átjárási dolgok, de hogy szerződéses viszony is lesz, vagy azon dolgoztok, vagy nem tudom most ez hogy áll. Azért kértem pont a mikrofon, mert a Csabának a szakmai munkájához szerettem volna azt a kiegészítést tenni, hogy azért az Illés Akadémia, mert hiszen pillanatnyilag megállapodási szerződés alapján az Illés Akadémia biztosíthatja nekünk az utánpótlást szerződéses, megállapodásos jogviszonyban. És ugye ami itt a legfontosabb a jövőnek, az az átjárhatóság. Tehát pillanatnyilag, miután az Illés Akadémia és a Labdarúgó Kft. Között van átjárhatóság, tehát az, hogy az U19-ből följátszhat valaki a felnőtt csapatba. Nyilván az, amit mondtál az előbb, az pontosan az a lényege, hogy ennek kell közösen, mindenki közös akarat alapján kidolgozni azt a fajta jogi hátterét, és ebbe kértük az MLS-nek a segítségét is, hogy ez ne csak az Illés Akadémiánál működjön, hanem tudjon működni a HVS-nél, tudjon működni adott esetben a Királyesénél vagy a Lurkónál is. Hiszen az, amit beszéltünk az előbb, pontosan ez a probléma, mert ugye ne kelljen átigazolni a játékosokat, mert az azt jelenti, hogy akkor ugye fél évig biztosan egy helyen kell maradnia, hanem az a fajta szakmai fejlődést, amit megint csak a szakemberek elmondtak, hogy gyakorlatilag aki éppen akár aktuális forma alapján képes és alkalmas följátszani, annak meglegyen ez az átjárhatósága adott esetben ezekbe a korosztályokba. Egyébként erre a szándék az egyértelműen már nyáron elindult, hogy fölvittünk gyerekeket, csak azt meg tudomásul kell vennünk, hogy az MLS-nek a szabályozása, egyébként azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szabályozás. Hozzá kell tenni, nem Szombathelyre készült. Tehát azért a normál esetben ugye egy-egy nagyobb városban van egyes számú csapat, annak az egyesületnek van egy utánpótlása, tehát az MLS szabályozási rendszer az nem egészen Szombathely specifikus.
ellenben azt gondolom, hogy nekünk itt Szombathelyen, szombathelyi sportszervezetekként, utánpótlás szervezetekkel együtt meg kell tennünk mindent annak érdekében megtalálni, akár a jogi módját, jogi szerkezetét is annak, hogy ez az átjárhatóság ez biztosítva legyen, nem csak az Illés Akadémiáról, hanem adott esetben a HVS-éről, vagy ahogy az a fajta együttműködés, ami egyébként meg ugye megvan egyébként is most, mert az MLS piramis rendszere, vagy a körzetközponti tehetségközponti, tehát az a rendszer az ezt rendezi, de nyilván a felnőtt csapat a végeredmény szempontjából nekünk az a célunk, hogy minél több tehetséges gyereket, az valóban az MB2-es csapatba, vagy majdan az MB1-es, vagy az MB3-as csapatba ez az átjárhatóság, ez meg legyen. A stadion gyep szőnyegének a minőségéről ma már elég sokszor szó esett, és igazából tudom, hogy hát valószínű a komplexum üzemeltetéséhez csatlakozik a dolog. 5 éves a stadionunk, ezen a pályán nem volt gyepcsere. Nem kell nagy gyepszakértőnek lenni, hogy ez nem arra való ez a pálya, hogy az Illés Akadémia U15, U17, U19, a lányok, nem bántva őket, és a csapatunk a meccs előtti napon tud egyedül edzeni rajta. Ez nem arra való ez a pálya. Arra lenne való, hogyha itt legalább 2 évente megtörtént volna a gyepcsere. A Géza, amikor ő itt volt, és a régi stadion volt, minden nap itt edzettetek. Nem volt soha semmi gondja ennek a pályának, nem volt naposztató, nem volt fátyolfólia rajta, nem tudom én mi. Tehát itt ki azért a felelős, hogy itt 5 év alatt, nem tudom én hány száz mérkőzés zajlódott azon a gyepen, ami nem tud helyre jönni, mivel folyamatos terhelés alatt van, ki azért a felelős, hogy így fog kinézni ez a pálya az egész tavaszi szezonban, hiszen tavasszal a folyamatos mérkőzések miatt nem fog történni gyepcsere, talán majd a nyári időszakban, holott minden gépállomány adott egy gyepcseréhez, ez fölmar, elvisz, újra füvesít, nem hiszem, hogy több százmillió forintba kerülne ez. Több százmilliót mondtam, szerintem olyan 10 millió forint körüli összeget kóstálna ez a dolog. De, tehát ki azért a felelős, hogy most itt soha nem történt 5 év alatt a több száz mérkőzés során egyszer se gyepcsere. Tehát visszatérve a létesítmény üzemeltetésre, ugye a létesítmény a maga létesítmény az állami, először önkormányzati, most állami tulajdonban van. Tehát azt gondolom, hogy ezt a kérdést, hogyha nem haragszok, mi nem válaszoljuk meg. Azért nem válaszoljuk meg. Bocsánat, tehát mi egyet tudunk tenni, azt gondolom közösen a sportolók meg sportvezetők, hogy amennyire lehet, és amennyire lehetőségünk van, vigyázunk rá. Hiszen azt gondolom, hogy most ebben a helyzetben, ami egyébként a gazdasági helyzetet jelenti, nem csak Magyarországon, hanem a világban, az, hogy erre lesz-e lehetőségünk, vagy nem lesz lehetőség, vagy lesz gyepcsere, vagy nem lesz gyere, vagy nem lesz gyepcsere, az, hogy ebbe az ő költségvetésükbe hogy néz ki, be van illesztve, kapnak-e rá pénzt, nem kapnak, ha igen, akkor az mennyi. Tehát az, amit az előbb az úriember mondott, hogy miután az egy állami cég, ott nyilván a közpénz részével is el... Tehát én ebben most, ha nem baj, akkor én ebben nem nyilatkoznék. Hát a haladás sportkomplexum üzemeltetése, beleértve a pályát, a fenntartási költségeket, egyértelmű a haladás sportkomplexum non-profit KFT-nek a hatásköre, ebben ők illetékesek, úgyhogy ha nem gond, akkor ezzel. Csak én azért mondtam, hogy sajnos én annyit szeretnék kérni, hogy az a munka, ami eddig normálba zajlott, és most az energia miatt nem, tehát a maga a szakmai részében az, hogy a pálya minősége nem lesz tökéletes, és nem olyan, mint amilyennek kell, abban tényleg az van, hogy kérünk szépen mi is egy pici megértést, tehát amit tudtak, megtettek most is, azt gondolom a körülményekhez és lehetőséghez képest a pályagondozók is, de nyilván nem az a végeredménye, mint hogyha mindent meg tudunk vele csinálni. Én is köszöntöm itt az egybegyűlteket, köszönöm a szót. A szakmai stábhoz szeretném feltenni ezt a következő kérdést, ugye arra már kitértünk, hogy csapatunk fizikálisan úgy néz ki egyelőre, hogy
bírni fogja a gyűrődést annyira, hogy minden héten képesek legyenek produkálni az eredményeket. Nem kerülgetve a forrógását, az lenne a kérdésem, hogy mennyire állnak készen a katonáink arra, hogy minden héten megvívják nekünk ezt a háborút, és akár meg tudjuk tölteni újra a lelátót a nézőinkkel, a szurkolókkal, akik megérdemelnék ezeket az eredményeket, mert a Covid már nem tart minket vissza, hogy kint legyünk. Valaki ragadja meg ezt a szót. Ez szerintem a katonák készen állnak most. Most sütemény meg volt. Azért vagyunk elegen. 26 játékosból áll, azt hiszem, a keret. És hogyha úgy gondolom, kiesik valaki, vagy valaki nincs olyan állapotban, akkor a mester úgyis cserélni fog, vagy váltani. És a fizikai állapotunk jó, más nagyon nem tudok erre mondani. Fejben hogy álltok? Fejben mentálisan nincs probléma, azt mondta mindenki. Egyben van az öltöző, amit én is tudok biztosítani. Majd egy-két meccs után már nem. Ja, most... Nem hiszem. Hát bízunk abban, hogy boldogság lesz, és nem lesz ez a probléma, hogy mentálisan összezuhanjon a brigád. És ez egy más kérdés, hogyha becsúszik egy olyan negatív sorozat, de ami nem fog becsúszni, mert már becsúszott. Most abból kijöttünk, úgy gondolom, hogy nem szabadna még egyszer visszaesnünk oda. Az nehéz időszak, ezt is tudjátok. Meg azért megéltük mi is azt, mikor ki voltunk oda hívva. Úgyhogy azt még egyszer nem szeretnénk átélni, mint én, mint a társaim. Úgyhogy úgy gondolom, hogy rendbe kell, hogy legyen minden. Legyen így. Kérdés, vagy legyen ez a végszó? Katonák készen állnak, akkor még egy kérdés. Azt szeretném kérdezni Hipmestertől, hogy ugye itt hogy az egész csapat elvégezte ezt a munkát. Olyan kérdésem lenne, hogy itt a csatárposztokon igazoltunk ugye jó pár csatárt nyáron, és nem kaptunk tőlük vissza a pályán elég sok mindent, ugye? Mikor ő átvette a csapatot, ugye ezt kapta. Most, hogy a nyári alapozás megvolt ő vele, hogy a téli, igen, elnézést, hogy igazándiból, hogy itt mennyit fognak változni vajon ezek a srácok, mert ugye egy Borvető Árontól azért gólokat vártunk, egy Lencse Lacitól gólokat vártunk. Ugye egy Horvát Rajminak volt egy sérülése, gólokat vártunk, hogy föl tudott-e épülni ebből a sérülésből, tudott-e a csapattal úgy készülni, illetve a másik két játékos, Lencse Laci, Borvető Áron. Ugye egy Molnár Rajmi is, amikor idejött hozzánk a haladásba, egy Benficánál volt szerződése, ami egy nagyon jó csapat utánpótlásba, örültem is neki, mikor meghallottam, hogy ő, neki volt ott szerződése. És ott a mesternél azért meg is találta a végén ott a góllövő cipőjét, hogy hogyan tudunk velük előre menni, mi az elképzelés, az az elvégzett munka által. Már mondtam, 8 forduló, első 8 forduló volt csak 6-kó. Én gondoltam, más játékrendszer volt 2, mikor én nem voltam itt, játszott a Molnár plusz Borvető mindig, vagy Laci, Lencse. Én oda raktam a mi az a saját játékrendszer. Én nem akartam játszani 2 támadó. Mikor milyen galabda, mikor voltunk itt, nem mondtam, volt 8 forduló, 5 volt otthon. Otthon csak egy győzelem volt. Csak egy győzelem. Mikor korábbi én voltam itt, az hiszem egy évi, nem volt itt. Semmi vereség. Csak győzelem a 2 vagy egy döntetlen. Itt jártak a Fradi, a Vidi, a nem Puskás, háromszor négyszer, a nem tudok ki. Még egyszer megmondom, a öltözőbe megmondtam, a itt van a miénk, hazai pálya, itt van miénk, szurkolóik. A megmondom, mikor Elina mondta, a valami cél van, nekem van ugyanaz. Még egyszer akartam
itt a pályán, mikor én jöntem ide, volt első hazai mérkőzés, tudjátok, itt volt a Fradi. 9000, szuper, mi az a hangulat itt volt. Ha még egyszer, tudom, nehéz, ale ugyanaz cél. Na, megmondom azt, nem akarom, megmondtam először, játék, aktív játék. Ott van a Bárni, ott van a Zoli, ott van a, nem tudok, a, egy fele a Cornelius, például Csernik, második, ott van a Doki, Doktorics, vagy Rajmi Horvát. Nagyon jó, a mi az a fölküszörös voda, a mi az a, hogyan, Manchester, Vince, Nyíri, nagyon jó, találkozott. Tudom, ott van a Áron, ott van a Molnár, ott van a Laci. Én mondtam meg, ma én nem akarunk mutatni ellenfélnek a miénk, a csapatnak nyengeségek. Én akarunk játszani aktív játék, jó? Az hiszem, volt kérdés itt, volt a fizikai, mi van, mikor, még egyszer megmondom, mikor én először nőttem ide, tudjátok, nem akartam sokan cserélni, jó eredmények volt, jó? Önbizalom megy föld, jó? Mindig játszott valami 12-13 maximum játékosok. A fizikai megy előtt, fönt. Például mindenki játszott 80-90-95. Amikor mindig a győzelem megy a bizalom, önbizalom fönt, jó? Igen. Például Barni Rácz, jó? Mi rúgtunk 23 gól, 12 mérkőzés, mikor én voltam itt, jó? Ő rúgta 8 gól, plusz 11 kulcspasszok. 19 gólok volt Barni Rácz. Ugyanazt megmondom a Zoli Derekas, vagy második a Pedro, vagy Mário, fiatal. Itt volt a csapat kohézió. Nem lehet mondani, a holnap lesz a jó csapat. Csapat kohézió. To nem lehet edzeni. Csapat kohézió, mindig megyünk, mikor a jó hangulat, jó eredmények, jó edzés, nem edző, például lesz, amit megy fönn. Tudjátok, jó? Nem lehet mondani. Nagyon nehéz ma edzeni. Például játékosnak van sok minőséget. Mi volt a korábbi? Mikor én játsztam, jó, mindig volt a más játék volt, a ma játékos nagyon jó, univerzál. Jó? Nagyon nehéz. A legnehéz a edzőnek je van, amikor megmondom én a játék filozófia, edző filozófia, aby to oni pochopili, aby si to bol. Jo? Ők. Ő tudnak, mi csinálunk a edzésen, ugyanaz akarunk játszani a meccse. A mondom, az edzés, a meccs tükre. Tükre. Köszönöm. A magyar bazdmény. Jó? Azt köszönöm. További kérdés esetleg fogalmazódott-e meg bárkiben, vagy úgy érzitek, hogy készen állunk a január 29-re, illetve a tavaszi szezonra? Katonák készen állnak, ahogy Emilán mondta. Rendben. Igazából azt szeretném a Gézától, meg a Csabától is, hogy nagyon jó hallani, hogy az utánpótlásból alakulnak majd ki játékosok, bekerülhetnek esetleg a csapatba, és hogy hosszú távon ez a Halinál azért annyira nem volt jellemző, mert jó ránézni a Halmosi Zolira, a Sebestyén Petire, tehát például én is nem érzem magam annyira öregnek, de én emlékszem az ezelőtti 40 évvel ezelőtti csapatra, a 30 évvel ezelőtti csapatra, tehát olyan föl tudom sorolni szinte az összes játékosnak a nevét, de például most aki 5 évvel ezelőtt volt Hali, nagyon sokat kellene gondolkoznom azon, hogy meg tudja mondani, hogy kik játszottak, hogy ki tud alakulni egy olyan
csapat itt most Szombathelyen, akiből esetleg hosszú távon tudunk tényleg, mert jó ez az összefogás, tényleg így a szurkolók is, mindenki látni, hogy bizakodóak az emberek, de amint bekerül egy fiatal, utána meg jól játszik, egy fél évig meg elviszik, eladják. Tudom, hogy ez hozzátartozik az egyesületnek, bevétel, stb., hogy azért kíváncsi lennék, sokat lehetne még erről beszélni, az akadémiákról, stb., mert az akadémiák szerintem nem a magyar csapatoknak nevelik a játékosokat, hanem tele vagyunk ilyen nevesincs külföldiekkel, és sokkal jobban örülnék, ha sokkal több magyar fiatal játszana a magyar csapatokba. Erre, ha esetleg valamit. Igen, egyetértünk, és nyáron is az volt a felfogásunk, hogy megpróbáljunk olyan játékosokat visszacsábítani, aki haladás érzelmű. Többek között a Nyíri Vince, aki most egy picit itt előjáróban, szerintem sokat fogjuk látni tavasszal majd a Haliban. De a Rácz Barni is azt hiszem, hogy a haladásnak a neveltje, és büszkék lehetünk rá, hogy neki például célja, hogy még játszon külföldön, és a jó játékosok egy picit a haladásnak, ez is a feladata és a célja, amellett, hogy ismét a legjobbak között legyen majd, hogy ezek a játékosok, hogy legyen példa, hogy itt érdemes játszani a Haliban, mert innen van tovább lépési lehetőség, és van cél. Tehát, hogy már nyáron is azt szerettük volna, hogy legyen haladás érzelmű, de éppen most a lányokkal, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van a lánycsapatban is, hogy ott is nagyon arra törekednek, hogy ezek a fiatal haladás érzelműek tudjanak majd egy-két éven belül itt erős női csapatot alkotni. Úgyhogy mind a két csapat nem véletlenül vagyunk itt közösen, és hogy mi is érezzük azt, és nyáron is arra gondoltunk, hogyha itt haladás érzelmű, sokkal jobban kijönnek a szurkolók a sajátukat látni, és ez kell, hogy legyen a cél, amellett, hogy egy-két olyan játékos lehet, aki tesz a haladásért, és jó játékos, de nagyon szem előtt tartjuk azt, hogy haladás játékosok és az Illés Akadémiából, vagy éppen ahogy elhangzott, hogy azért van egy jó pár olyan egyesület, aki szemrevételezzük és figyeljük a tehetségeket, és hogy ne csak az egyesület mondja azt, hogy kit ajánl, hanem legyen egy másik oldal is, és az megerősítve, hogy ne nekem meg ez a játékos tetszik, hogy legyen egy közös elgondolás. Úgyhogy szerintem nyitott kapukat döngetünk ezzel, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogy minél több saját nevelésű játékos legyen a haladásnál. Még egy kérdés, hogy van-e másik kérdés? Hogyha nincsen, akkor viszont megismétlem még egyszer Milán szavaival élve talán, mert azt hiszem, hogy ez volt a legerősebb mondat most itt, ami biztatólag hat ránk, hogy akkor a katonák készen állnak, a szurkolók készen állnak, január 29-én indulunk, és aztán előre hajrá, Hali! Köszönjük szépen, nagyon, hogy eljöttetek, nagyon örültünk nektek, és akkor találkozunk a pályán.